Attól féltek, hogy mi lesz veletek a reptéren, amikor megérkeztek Japánba? Hogy ki lesznek-e írva olvasható betűkkel a feliratok? Hát ne ettől féljetek! Sziasztok! Ez itt a japán specialista Éjámbor Alice vagyok, és elérkezett a pillanat, hogy a japán WC-kről társalogjak veletek. Japán egy igazi toalettkánaán a magyar WC helyzet után, ahol nem kell lejárni a lábadat, hogy találjál egy WC-t, és nem kell 300 forintot fizetned egy pisilésért. Viszont van egy rossz hírem és egy jó hírem. Ez a rossz. A legtöbb állomásnál, templomnál és szentélynél ilyen nyilvános WC-ket fogtok találni. Fiúk, most röhögtök a markotokba, de ti is fogtok ilyennel találkozni, és megnézném az arcotokat, hogy milyen, amikor ezt kell használnotok. Amikor egyetemista voltam, hiába volt bármilyen hiper-szuper modern az egyetem épülete, kizárólag ilyeneket találtunk a női WC-ben. Személy szerint nincsen ezzel semmi problémám, a többi nyilvános WC esetében sem. Örülök, hogy el lehet menni, és hogy ingyen lehet elmenni. Én kívánom, hogy a magyar helyzet is javuljon egy picit ilyen szempontból. Viszont fél évig rossz irányba googolva használtam a WC-t az egyetemen, és erre rá kellett jönnöm, amikor találtam egy ilyen képet, ami nagyon kedvesen elmagyarázza, hogyha ezt el tudom olvasni, akkor éppen rossz irányba googolok. Innentől kezdve irányt váltottam, és megtanultam, hogy a kidomborodó felületnek kell előttem lennie, ami lehet, hogy másnak tök logikus, hát nekem nem volt az, de most már ti is tudjátok, úgyhogy ebbe az irányba használjátok. Ha esetleg rossz irányba googoltatok a WC fölé, akkor sincsen semmi baj, mert úgy tűnik, hogy a japánok meg a nyugati stílusú WC-ket nem tudják rendeltetésszerűen használni. Legalábbis az ilyen és ehhez hasonló feliratokból csak arra tudok következtetni, hogy a japán stílusú WC-k használati módját alkalmazzák néhányan az angol WC-k esetében. Ez volt a rossz hír, a jó hír pedig az, hogy azért rengeteg helyen csilli-villi WC-ket fogtok találni, amik szinte megszólalnak, vagy pedig tényleg megszólalnak. A rossz hír a jó hírben, hogy rejtélyes gombok is lesznek a WC ülőke mellett, amiket, hogyha rosszul használtok, akkor még vissza fogjátok sírni a pottyantós WC-ket, amiket az előbb bemutattam. Megmutatom a gombokat az itthoni WC-nken, ennél csak többet fogtok találni, de nagyjából ilyesmiket. Balra-jobbra az osiri, a fenékgomb, ez a kis szökőkút, ami néhány helyen egy kisfiú képével egészül ki, vagy kékre van festve. Mellette a bidegomb, ugyanúgy egy kis szökőkút egy kislánnyal, vagy csak egy rózsaszín kislányos gomb. Na most akkor így nem tudjuk értelmezni, hogy mi a kettő között a különbség, viszont rájövünk, hogy igen, a japán WC kimossa a fenekünket egy gombnyomásra. Megpróbálom megmutatni nektek a különbséget. Ez a férfi fenekeket kimosó gomb. Pedig a női fenekeket kimosó gomb. Ha nem lehetett nagyon látni, akkor elmagyarázom, hogy a férfi fenék mosó gomb az felfelé spriccel, a női fenék mosó gomb pedig egy enyhe ívben előrefelé spriccel. Nem tudom, hogy a WC fejlesztői folytattak-e anatómiai vizsgálatot a készülék kialakítása előtt, én minden esetre a női gombot szoktam használni, és lányok, nektek is ezt ajánlom. A fiúk részéről pedig nem tudok nyilatkozni. Breaking news! Most kellett megtudnom, hogy a bidegomb az nem arra való, hogy a lányok a feneküket mossák ki vele, úgyhogy kicsit zavarban vagyok. Én még sok hatás alatt vagyok, attól függetlenül, hogy az amerikaiak kiléptek a párizsi klímaegyezményből. Erre még nem használtam a bidegombot, de lányok, majd teszteljétek és mondjátok el, hogy milyen volt. Amilyen gomb nálunk nincs, de előfordulhat, ezért jegyezzétek meg feltétlenül, az a gomb, ami megállítja a vízsugarat. Ha ez nincsen, akkor nyomjátok meg még egyszer azt a gombot, amit megnyomtatok. És még lehet olyan gomb is, ami megszárítja a feneketeket, egy hajszárító a WC-ben. Ezeken kívül még biztos, hogy lesz egy olyan gomb, amivel a víz erősségét, a veretés erősségét, illetve a veretés hőfokát lehet állítani.
a baloldali általában a gyenge, a jobboldali pedig az erős, illetve az alacsony hőfok és a magas hőfok gombja lesz. Van még egy szuper gomb, a WC ülőke melegítő gomb. Ezzel mondjuk ti szerintem nem nagyon fogtok törődni, csak annyit fogtok észrevenni, hogy leültök, és egy mennyország a WC-ben. Mondjuk ez nyáron 40 fokban annyira nem jó, de télen, amikor hideg van a japán lakásban, vagy mindenféle nyilvános WC-ben, akkor maga a mennyország. Még lehet egy gomb, de ezt is szintén nem nagyon fogjátok használni, ez az Echo gomb, ami, hogyha lehagyjátok a WC ülőkét, akkor gyakorlatilag a WC nem használja az áramot, mert hogy ez az egész be van dugva a konnektorba, elektromos japán WC. Még mindig vannak gombok. Hogyha találtok olyat, amin hangjegyek vannak, ez általában a falon van, és megnyomjátok, akkor vízcsobogás hangokat fog kiadni, nehogy a mellettetek lévő véletlenül bármit is halljon az akcióból. Amit viszont alig fogtok megtalálni, az az egyik legfontosabb, hogy melyik gombbal lehet lehúzni a WC-t. Ez vagy egy ezüstös színű gomb a falon, vagy egy kara tartályon, vagy nincsen semmilyen gomb, és amikor már teljesen kétségbeesve el akarsz menekülni a WC-ből, akkor lehúzza saját magát. Amit ne nyomjatok meg, az pedig a vészjelző gomb, ami hívja a személyzetet. Én egyszer megnyomtam. Ennyit a japán WC-kről, szerintem kimerítettük a témát szó szerint. Ha tetszett az adás, kövessétek továbbra is a japán specialistát Alizzal. Sziasztok!